Több helyszínen, több hónapon keresztül zajlott az a gyűjtés, mely az egész várost és mondhatni az egész megyét megmozgatott. Dr. Körmendi Szabolcs, kalocsai tüdőgyógyász, Szentgyörgyi Albert orvosi díjas doktor még díja megkapását követően indította útjára a jótékonysági akciót. A kalocsai kórház gyermekosztálya számára egy vénaszkenner szeretett volna vásárolni. Az eszköz jelentősen segíti a gyermekek számára a vérvételt, ugyanis kirajzolja a karban futó vénákat, így csupán egyszer kell megszúrni őket a vizsgálat elvégzéséhez. Báradi Richárd egy fiatal apuka volt az, aki megkeresett azzal az ötlettel, hogy az éppen akkor született kisgyermekének nagyon nehéz volt a vérvétel, hogy segítenék-e, illetve az egyesületünk, a Kalocsai Jövőért Egyesület segítene abban a gyűjtésben, aminek a célja egy vénaszkenner megvásárlása lenne a gyermekosztály részére. És amikor megkaptam a Szentgyörgyi Albert díjat, akkor azt gondoltam, hogy más egyéb jótékony szervezet mellett elindítanék egy gyűjtést ennek az eszköznek a megvásárlására. Az álom most valóságá válik, ugyanis a napokban befejeződött a gyűjtés sikerrel. Összesen 1 millió 750 ezer forint gyűlt össze. Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, összesen 7 kalocsai üzletben volt kihelyezve urna, melybe hónapokon keresztül várták a kisebb-nagyobb összegeket. Továbbá vállalkozók, cégek, klubok, szervezetek és magánszemélyek is adakoztak. Nagyon sokan csatlakoztak még hozzá, oly módon, hogy átutalással, vagy pedig voltak olyan betegek például, akik hozzám jöttek, vagy volt, aki az utcán megszólított és az utcán adott hozzám pénzt. Klubok, baráti társaságok, így a kézilabda klub, a kalocsai futballklub, a Kalocsa Kamara Kórus, akkor az Orosz Kulturális Központ, és még nagyon sok magánszemély. Az eszközt már megrendelték, így hamarosan üzembe helyezik a kalocsai kórházban, várhatóan január első felében. A vénaszkenner 1,5 millió forintba kerül, így a fennmaradó 200 ezer forintból infúziós pumpákat vásárolnak majd, szintén a kalocsai kórház számára. Nemrég ugye azt a múlt héten országos média felületet is kapott ez a gyűjtés, hál' Istennek, és ennek hatására viszont jelentkezett egy pesti vállalkozó, aki gyógyászati segédeszközöket forgalmaz, illetve gyógyászati eszközöket, műszereket újít fel. És ő ajánlott fel a gyermekosztály részére 2 darab felújított infúziós pumpát, amit ugye szintén kilátásba helyeztünk, hogyha lesz elég pénz, akkor vásárolunk, illetve épp a mai nap egyeztettem vele, hogy a gyermekosztály tulajdonában, illetve a gyermekosztályon lévő infúziós pumpák, amik rosszak, ennek a felújítását ő vállalja. Kalocsa Szentgyörgyi Albert orvosi díjas tüdőgyógyásza elmondta, nagyon örül, hogy kezdeményezése alapján ilyen összefogás született a városban. Ezen felbuzdulva a jövőben tovább folytatná a jótékonysági akciókat, gyűjtések szervezését.